ide szeretnénk a legjobban kijárni, de a dolgozószobámból nyíló erkélyből, hogyha már egy kicsit kell egy kis áramszünet így napközben, egy kis szocializálódás, akkor ez a legjobb hely, ahol ezt meg tudjuk ejteni. Igen, és nagyon szép innen a kilátás, mind a Vörösparti térre, mind pedig a Széchenyi térre. Szerintem az egyik legkülönlegesebb ember az irodában az az ügyvédnő, akinek a magyar jogi diplomája mellett japán jogi diplomája is van, és anyanyelvi szinten beszél japánul. Mi munkacsoportunkban jogász végzettségű kollégán kívül IT biztonsági mérnök is található. Nagyon sok kollégák főz és süt nagyon jól az irodában, és az egyik kollégánk például rendszeresen süt kenyeret. Az első ember, akit megismertem, Kertész Judit volt, aki szerintem a legkedvesebb ember a világon, és egyből a nagyon pozitív képet festett az irodáról. Egy jó hangulatú ebédért nem kell messzire menni ide a Békeri irodából. Pörgés. Szakmaiság. Az én kedvenc helyszínem a konyha, mivel ez a közösségi életünk központja. Azt szeretem a csoportunkban, hogy nagyon családias, nagyon jól tudok együtt dolgozni az ügyvédekkel, és emellett rengeteget tudok tőlük tanulni. Én szívesebben látom el a perperes képviseletét, mert az a kreatívabb perperi pozíció. Nekem ügytől függ. Már röviddel a kezdést követően tárgyalhatunk ügyfelekkel. És járhatunk bíróságra is. A környéken mindig van egy hely, ahol kikapcsolódhatsz, akár csak egy fagyira is. Sokszínűség. Közösség. Farid az egyetemen ismertem meg, ő ajánlotta nekem a Békör. Én pedig international clerkként kezdtem a pályafutásomat a Békörnél 2017 nyarán. 6-5-öt töltöttem Budapesten, utána pedig 6-5-öt töltöttem Párizsban, ezt követően pedig folytattam a munkát ügyvédjelöltként a versenyügycsoportban. Ez az irodánk, ahol Fannival dolgozunk. A jelöltek 2-3 fős irodákban dolgoznak, ami azért jó, mert így jobban tudunk koncentrálni a munkánkra. 2 hét múlva a Balatonra megyünk vitorlázni és borozni. Jövő. Innováció.